1559. november 1-én itt a marosvásárhelyi vártemplomban tartotta ülését az első egyetemes magyar református zsinat, ahol kimondták, hogy Kálvin János tanításait követik. 2022. őszén pedig újra szentelték a vártemplomi református gyülekezet kívülbelül felújított és restaurált műemléktemplomát. Az utóbbi években gyakran jelenhettek meg az egyház elöljárói, templomok és egyházi épületek felszentelésének alkalmával, amikor kisebb vagy nagyobb gyülekezetek templomait, egyházi épületeit adták át a híveknek. Örvendetes is lehetne a tény, ha leszámítjuk, hogy olykor elnéptelenedett templomokról van szó. Nem erre példa a vártemplom, bár az esemény jelentőségéhez képest szerény volt a helyi reformátusok jelenléte. Az igét az erdélyi református egyházkerület nemrég kinevezett főjegyzője hirdette, akit inkább csak a fiatal lelkészek ismernek, hisz 22 éve egyháztörténelmet tanít a protestáns teológián Kolozsváron. Dr. Kolumbán Virmos József Baroton született 1974-ben. A kolozsvári református kollégiumban érettségizett, és a teológia elvégzése után valamivel több mint egy évet szolgált falusi gyülekezetben. A kötelező akadémiai utat bejárva 2014-ben elnyerte a professzori beosztást a Protestáns Teológiai Intézetben, majd 2020-tól a Patinás Intézet rektori székében ült az idén betkövetkezett főjegyzői megbízatásáig. Rendhagyó módon a beszélgetést a marosvásárhelyi kis templomban forgattuk, melyet szintén felújítottak és felszentelése ezután várható. Az új püspök helyettesnek feltett kérdéseinkben a társadalom egyházzal kapcsolatos elvárásait fogalmazzuk meg, és az egyház mai üzenetére vagyunk kíváncsiak. Nem biztos, hogy nyilvánosan, vagy egy ilyen televíziós beszélgetésben elhangzott valaha, hogy az Erdély Református Egyházkerület főjegyzőjének, aki egyben a püspök helyettes, mi a munkaköri leírása, ha ezt így röviden összefoglalná? Hát az egyházi törvények alapján nagyon kevés előírása van a munka a főjegyzőnek, de van egy sommás megjegyzése az alaptörvénynek, és pedig az, hogy mindenben a püspöknek a helyettese, és akkor éppen az aktuális püspök delegál bizonyos feladatokat a főjegyzőnek. Az én esetemben ez megtörtént, ez azt jelenti, hogy nekem kell a diakóniának az elnökének lenni, diakóniai munkát koordinálni, nyugdíjintézeti pénztár elnöki tisztségét betölteni, a nagypapi vagy második lelkész képesítő vizsgát megszervezni, és tanügyi kérdésekben is azért nekem kell elsősorban otthon lenni, de nyilván ez a püspök úrral való egyeztetés alapján történik mindig. A mostani tisztségének a szemszögéből nézve, ez mennyiben lehet hiány, hogy ön gyakorlatilag nem volt emberek között, mármint gyülekezetben, konkrétan nem élt együtt egy gyülekezettel, aktív lelkipásztorként? Nyilván ez egy jogos felvetés és kérdés is, mert hogy teológiai tanárként mi, nem csak én, hanem a kollégáim is, az elmúlt másfél-két évtizedben, vagy akár több, attól függ, hogy ki mennyi ideig volt teológiai tanár, elsősorban a tudomány területen él. Tudósokkal találkozik. Ebben a tekintetben ténylegesen van egyfajta hiányérzetem, hogy nem voltam aktív gyülekezeti lelkész, vagy többet. De azt hiszem, hogy ez nem áthidalhatatlan akadály, ugyanis én a kollégáimmal, barátaimmal, akik szintén lelkipásztorok, szinte napirenden tartottam a kapcsolatot, és azért elég sok mindent láttam, hallottam. És mivel egyháztörténész is vagyok, vagy az vagyok teológiai tanárként, ezért a maga történelem nagyon-nagyon sok mindenre megtanít. De picit térjünk vissza az egyház hivatalnok szerepköréhez. Elnézést, hogy szerepkörről beszélek, de hát nekem ez megszokott, hogy ez egy elhívásszerű dolog, vagy inkább megbíztak ezzel? Hogy érzi ezt? Inkább megbíztak ezzel. Én soha nem akartam, vagy nem gondolkodtam azon, hogy ilyen jellegű megbízatást vállaljak. Mindig úgy voltam az ilyen jellegű megbízatásokkal, hogy nyitott voltam rá. Hát nem utasítottam el, de én nem is akartam magamnak ilyen megbízást, ilyen munkakört. Ezt így hozta a sors. Felkértek rá, hogy vállaljam, elvállaltam, megválasztották, és most itt vagyok. Ön még az a generáció,
hozzám hasonlóan, akik ugye a közvetlenül a forradalom után szocializálódtak, igen, nőttek fel, aztán belecsöppentek ebbe a nagy szabadságba. Igen. Ebben a perspektívában milyennek látja, milyen volt akkor az egyház küldetése, amikor felcseperedő ifjóként gondolt arra, hogy teológus lesz, és milyenné vált most? Tehát, hogy konkrétan mi az, ami változott, és mi az, ami ma küldetésként az egyház célul tűz ki? Először is 89-ben, amikor megtörtént a változás, mindössze 15 éves voltam, tehát nekem akkor nem voltak beható ismereteim arról, hogy az egyház hogy működik. Esetlegesen csak azt láttam, ahogy az helyi egyházközség hogy működik. Az akkori lelkész megpróbált mindent megmozgatni, és nagyon aktív gyülekezeti élet volt, ami kórust jelentett, vallásúra, konfirmációs felkészítők. Nyilván bibliaőre és egyéb nem lehetett, mert hogy nem engedték a hatóságok. Én igazából az egyházi szocializációt azt Kolozsváron kezdtem el, amikor református kollégista lettem, ott már nagyobb rálátásom volt az egyház működésére, de azt gondolom, hogy a 90-es éveknek a legeleje, tehát 90-91, még 94-95-ig, az lényegében egyfajta újrakezdése volt az egyházi életnek, volt is egy pici dilemma abban a tekintetben, hogy hol kell újra felvenni az egyházi fonalat ebben a szabadságban, és mi az, amit el kell engedni a régi, még az 50-es évek, vagy a II. Világháború időszakából, illetve mi az, amit tovább kell vinni. Nyilván most már 30 év távlatából, vagy 32 év távlatából ezek nyilván letisztázódtak, és most már látszódnak azok az útvonalak, azok az irányvonalak, amelyek mentén lehet menni, és azok is, amelyeket el kell engedni. Ennek az egyik része vélhetőleg a templomaink felújítása. Igen. Ezzel párhuzamosan viszont azt látom, hogy ezek a gyönyörű templomok mellett gyülekezeteink masszívan elsorvadnak. Lélekszámban rendkívüli módon fogynak, ahogy talán eddig soha. Mi történik? Mi ebben az egyházfők a klérus felelőssége? Menjünk sorba. Az tény és való, hogy az elmúlt 30 évben a kivándorlás, a gyermekvállalási hajlandóságnak a csökkenése az oda vezetett, hogy most már nem csak a református egyház, hanem minden erdélyi magyar közösség, magyar felekezet masszívan, vagy nagyon-nagyon sok embert elveszített. De ezt nem szabad kizárólag csak erdélyi magyar szempontból nézni, mert ugyanilyen gondokkal küszködnek a román közösségek is. Csak nyilván ebben a tekintetben nincs nagy átjárás a román és magyar közösségek között, de lényegében ugyanezekkel a nemzetközi trenddel küzdködnek ők is. Úgy látom, hogy az utóbbi, hát nem csak 30 évben, ez lényegében sokkal korábban elkezdődött, ez a 70-es évek elején volt a forduló, addig növekedett a lakosság száma, és azóta azért lényegesen csökken. Ez nem csak minket, kelet-európaiakat érint, hanem az egész fehér világot, Európát, Észak-Amerikát, Ausztráliát és így tovább, tehát mindenütt egy csökkenő tendencia mutatkozik. Nyilván a szociológusok beszélnek arról is, hogy egy idő után elérjük azt a pontot, amikor már nem fog csökkenni, hanem ismét egy lassú növekedés kezdődik, hogy ez mikor fog bekövetkezni, ezt nem tudjuk. Ez biztos, hogy bocsássa meg, ez egy demográfiai és univerzális vonatkozású kérdés. Viszont engem az érdekelne, hogy konkrétan az erdélyi magyarságot, vagy az erdélyi reformátusságnak hol érhető tetten ez a probléma? És különösképpen arra gondolok, hogy mi az egyház fők, akár a hívek és a lelkipásztoraink felelőssége ebben. Igen, hát elsősorban ez a nagyon nagy népesség csökkenés, vagy gyülekezetek létszámának a csökkenése az alapvetően a kis létszámú gyülekezeteknél jelentkezik leginkább. Tehát ott, ahol ezelőtt 30 évvel volt például 150 lélek, ott most fele van, vagy még annyi sincs. Hát itt nyilván ez azt is felveti, hogy meddig lehet fenntartani egy önálló lelkészi állást. Mert hogy alapvetően a gyülekezeti tagok fizetik a lelkészt, és mindenütt van egy kritikus száma, amiután már nem lehet tovább menni, és akkor következik a filiásítás, vagy a gyülekezetek összevonása. Tehát így sem maradnak a lelkipásztori lefedettség nélkül, csak annyi, hogy 3-4 településnek lesz egy lelkipásztora. A felelősség ennek a kérdésnek nyilván mindenkit nyom, tehát minden erdélyi magyar értelmiség itt nyom, vagy akár
ne csak magyarokról beszéljünk, hanem románokról, vagy bármilyen másról. Ezzel a kérdéssel mindenki foglalkozik. Erre a kérdést eddig senkinek nem sikerült olyan választ találni, ami megoldást hozna, vagy legalább a megoldás irányába mutatna. Nyilvánvalóan az, ami most néhány országban elkezdődött, hogy olyan családvédelmi programokat indítottak el, amelyek több gyermek vállalására noszogatják, nógatják a szülőket, ezek meghozták az eredményüket, viszont ennek a hosszú távú eredményessége kérdéses abból a szempontból, hogyha kormányváltás történik, vagy hogyha gazdasági válság következik, akkor lehet ezt a családvédelmi programot tovább finanszírozni. Az egyházfők felelősségéről pedig annyit, hogy itt az elmúlt 30 évben a magyar felekezetek képviselői, magyar felekezeteknek a vezetői folyamatosan azt kommunikálták a hagyományos egyházi üzenet mellett, hogy vállaljanak több gyermeket az erdélyi családok, és akkor lesz jövő. Ez ténylegesen így van, mert tarthatunk bármilyen konferenciát, kidolgozhatunk bármilyen stratégiát, itt mindig a gyermek számon fog eldőlni ez a kérdés, hogy maradunk, nem maradunk, meddig maradunk. Miért csökken ennyire drasztikusan a teológia iránt, és egyáltalán a papi pálya iránt érdeklődő ifjak száma? Azt hiszem, hogy nem csak a teológia iránt csökken, illetve biztosan most, nem a teológia. Most, hogy önnel beszélek, ezért nyilván igen, ez így. Nem csak a teológia iránt csökken az érdeklődés, hanem általában a humán tudományok iránti érdeklődés van egyfajta válságban. Ez egy picit hasonlít ahhoz, ami a 90-es évek elején volt. Akkor pont fordítottja történt, hogy a kommunizmus alatt elsősorban a reál tudományokban voltak rengeteg hely, mindenki mérnöki pályára akart menni, akkor viszont nem tették lehetővé, hogy valaki irodalomtanár legyen, zenetanár legyen, lelkész legyen, stb. Ezek mind szigorított vagy megszorított pályán voltak. Most, ugye átbillent akkor 90 után a mérleg, akkor mindenki ezekre a szakokra ment, egészen olyannyira, hogy azt hiszem, hogy 3-4 humántudomány szakosra jutott esetleg egyre elképzéses, most megint fordítva, megtörtént a fordítás, és van egy azért egy érdekes jelenség, amikor a pályaválasztás történik a legújabb generációk esetében, ők már nem érzik, vagy nem érzik annyira a felelősségét annak, hogy értelmiségiként valamit kell tenni, vagy vissza kell adni a közösségnek, amely addig tanította. Mert a pályaválasztásban elkezdődött egyfajta önzés, akármilyen csúnya dolog is ezt így kimondani, de én konkrétan több olyan pályaválasztó fiatallal is beszélgettem, vagy akár interjú voltuk is, amikor azt kérdeztük, hogy miért nem ment a magyar tanárnak, miért nem ment történelem tanárnak, miért választotta az informatikát, és egyszerű volt a válasz, hogy ő jól akar élni. Így van, gazdasági okai is vannak. Ebben benne van az is, hogy falura nem akar visszamenni, szinte senki, jól akar élni, és fix munkaidőt akarnak. Reggel 8-tól délután 4-5-ig. Akkor lejár a munkaidő, utána magánemberré válik, és azt csinál, kész, amit akar. De mintha az inspiráció is elfakulna, sőt, Kató Béla püspök úr mondta a következőket, hogy a jelenség mögött, mármint a paphiány, meg egyáltalán a jelöltek hiánya mögött, az húzódhat, hogy nem vonzza az ifja körében a lelkészi pálya, mert sok esetben torz Krisztusképet, konfliktusokat, önzést látnak az egyházban. Igen, ez benne van, én ezt egyháztörténészként is látom, ez sem egy új jelenség, hanem ez a történelem fintora, hogy mindig ismétli önmagát, tehát ugyanazok a helyzetek, vagy szinte ugyanaz a helyzet fordul elő. Ha így nagyobb kontextusban nézzük az egyháztörténetét, nem csak a 20. század vagy 21. századnak ezt a részét, hanem 3-4 évszázadot tekintünk el, akkor látszik, hogy mindig vannak az egyháznak is hullámzó időszakai. Van, amikor fent, van, amikor lent. Attól függ, hogy éppen hogy találja meg a társadalommal való együttélésnek a lehetőségeit, mennyire érez rá a kihívásokra, mennyire tud ezekre válaszolni, és közben meg kell vívni a saját belső harcait is, vagy nem is nevezném feltétlenül harcnak, hanem inkább vívódásait, hogy újra találja ki önmagát, meddig lehet újítani, mikor kell behúzni a kéziféket, mi az, amiben szabad újítani, mi az, amiben nem. Most ez történik? Nem feltétlenül tekintem én így, hogy most ez történik. Nyilván most is van egyfajta ilyen belső gondolat, hogy akkor a legújabb kihívásokhoz fel kell nőni az egyháznak, de hogy éppen a nyugati elrettentő példákat látjuk, hogy nem biztos, hogy azt úgy kell megtenni. És visszatérve az alapkérdésre, igen, abban nagy felelőssége van a lelkészi karnak, hogy a személyes példamutatás révén, valamikor régen
így történt a teológusok rekrutációja is, hogy a helyi lelkész, mint példa, állt a fiatal pályaválasztó előtt, és azt mondta, hogy akkor olyan akarok lenni. Csak most az iskolaválasztás ebben a kérdésben rendkívül sokat ront a lelkészak helyzetén, hogy hát a nagyvárosok kivételével a fiatal gyermek már 8.-9. korában elkerül a településről, és utána már megszakad a helyi lelkészsel a kapcsolata. Éppen ezért van az, hogy most a legtöbb teológus ifjúsági táborban dönti el azt, hogy lelkész akar lenni. Mert tehát a közösség pezsgésében tulajdonképpen. Igen. Lát egy-két ifjúsági lelkészt, akik ugye éppen az életkoruknál fogva ott vannak, érzik az ifjúságnak a kérdéseit, érzik az ifjúságnak a lüktetését, és azt mondja, hogy igen, olyan akarok lenni. És ott van a közösség formáló ereje is táborokban, és ez hozzááll a De akkor ne kerüljünk el, mert szerintem itt egy nagyon fontos kérdés közelébe kerültünk, ez a lelkészek problémája, a lelkészek kiégése, a lelkészek túlterheltsége. Mit tud tenni az egyház ezzel szemben? Tehát a lelkészeket ki lelki gondozza kvázi? A lelkészek lelki gondozására ugye megvan az intézményes válasza is az egyháznak, ami hát az mindig ember függő, mert hogy főleg a lelki gondozás tekintetében, vagy akkor, amikor emberrel kell foglalkozni, hiába lesz valaki mindenféle oklevéllel felfegyverzett és képzett, hogyha nincs meg benne az a plusz, az az empátia, amikor meglátja a másik emberben, hogy gondja van, kérdései vannak, esetleg megkérdőjelezi az egész hivatását, és akkor megkérdezi, hogy na akkor mi van, és akkor elkezdődik egy beszélgetés. Ez év májusában történt ez a borzalmas esemény Temes megyében. Igen. Tudom, hogy egy másik egyházkerülethez tartozó történet. De ez valami szörnyűség, tehát hogy azok, akik tulajdonképpen a lélek dolgaiban annyira beavatottak, épp ők dobták el az életet maguktól. Azért ez elég lesújtó, elég szörnyűséges példa, hogy ne hívja fel a figyelmet arra, hogy itt elég súlyos dolgok történnek. Mi történt például ezután? Tehát, hogy az egyház milyen módon nézett szembe ezzel a kérdéssel? Vagy még mindig tabusítjuk az öngyilkosság kérdését akár, vagy akár az alkoholizmus kérdését és hasonló problémákat? Nem, ez az egyházon belül soha nem volt tabu. Tehát ezekről a kérdésekről beszélni, akár lelkészek, akár gyülekezeti tagok esetében öngyilkosság, vagy akár az alkoholizmus, mint betegség tekintetében. És nyilván az egyház is a maga rendjén, például lelkész továbbképzők rendjén külön is koncentrál ezekre a kérdésekre, hogy hivatásmegőrző továbbképzőket tartson, ne csak szakmait, hanem az, ahol lelkészeket lelkileg is próbáljuk megerősíteni és tovább építeni, hogy ezeken a nehéz kérdéseken tudjanak túllendülni. Ebben az esetben, ami történt Temes megyében, én személyesen ismertem ott a tiszteletes urat, a lelkészt is, meg a feleségét is. Tudom, hogy sokféle gond volt ott, tehát nem csak szakmai kihívások szintjén, hanem ott családi belső súlyos gondok is voltak, vagy megoldatlanak tűlő kérdések voltak. Ott beszélgetve a környékbeli lelkészekkel, akik egyház megyében voltak, őket is megdöbbentette ez az eset. Tehát ez nem egy olyan eset volt, amire fel lehetett volna készülni. Sőt, tudták, hogy mindketten komoly betegségekkel küszködnek, és többször felajánlották a segítséget is, hogy bármiféle segítségre szükségük van, akkor forduljanak bizalommal hozzá, de sajnos nem ez történt. És ezekre feloldozás sem lehet találni már abban az értelemben, hogy a többi lelkész, aki ott körülöttük szolgál, vagy nem vették észre, hogy mire készülnek, mert hogy ezt el sem mondják. Érzem én, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés. Igen. Igen. Hogyan viszonyul az egyház a ma annyira divatos, progresszív identitásképletekhez, hogy elég finoman fogalmazzak? Tehát ugye van a teremtés történet identitásképlete, a férfi-nő házasságából lesz a gyermek, abból lesz a család, stb. Ma azért, és különösen a fiatalok vannak kitéve ennek a veszélynek, elég sokféle, tehát ez a nagyon színes a paletta, ami az identitás sunkat illeti, ugye kezdve attól, hogy különböző neműek házasságot köthetnek, a transzneműekig, egészen az LMBTQ aktivizmusig, hogy a nem váltó műtétekről ne is beszéljek. Mi az álláspontja az egyháznak ebben a kérdésben, hiszen ez tetszik, nem tetszik, nem csak az ajtunkon kopog már, hanem itt van.
Történészként kívánok először válaszolni. Lényegében a francia forradalom óta az volt az első olyan nagy szellemi mozgalom Európának, amely tabukat döntögetett, és addig lezártnak hit kapukat nyitott ki, és amelyik nem csak hirdette az egyház és állam szétválasztásának a szükségességét, hanem meg is valósította. És az utána következő 19. században a technikai fejlődés, a természettudományoknak az előretörése, a filozófiának a válsága, az oda vezetett, hogy az addig Európa szerte azt, hogy mi lesz és hogyan lesz, azt az egyház és a filozófia próbálta megmondani. 19. század óta ez nem így van, azóta olyannyira felgyorsultak ezek a társadalmi kihívások, és olyan események történtek a nagyvilágban, ugye a modern tömegpusztító fegyvereknek a megjelenése, vagy a modern háborúknak az abszolút embertelensége, amit nagyon sokszor sem a humántudományok, sem maga a teológia nem tud megválaszolni. Most, hogyha ezeket a modern társadalmi kihívásokat, vagy modern irányzatokat nézzük, akkor önmagukban még ezek sem újak, hiszen ezeknek már megvolt a maguk előzménye a 60-as, 70-es években. De akár még inkább visszatekintve a római birodalom. Így van, is. Így van. Nos, az egyháznak ebben az a legnagyobb felelőssége, hogy megmarad-e a krisztusi küldetés mellett. Ugyanis az egyház a története során számtalanszor beleesett abba a csapdába, hogy a társadalmi elfogadottságért, vagy a társadalomnak való megfelelésért lemondott a saját üzenetéről, és inkább belesimult a mainstreambe, belesimult a társadalmi elvárásba, ami csak nagyon-nagyon pillanatnyilag hozott némi népszerűséget, de igazából ez az egyház, vagy az adott egyház lefele csúszását eredményezte. Számtalan példát tudnék erre mondani, amikor ez történt, maga az Ószövetség is tele van ilyen jellegű történettel, hogy már nem Jeruzsálembe jártak imádkozni, és nem a mózesi törvényeket tartották, hanem helyette kitaláltak valami mást, és akkor következett a fogság, a gazdasági nyomorúság, bármi. De hogyha nem akarunk ennyire visszamenni, akkor itt az elmúltban számtalan ilyen történet van. Inkább ez a nagy kérdés, hogy az egyház mennyire tud következetes lenni abban, ami neki 2000 éves küldetése. És emellé tegyük fel a másik nagyon fontos kérdést, hogy mit kezd azzal az állandóan a közéletben tematizáló váddal szemben, hogy nem elég nyitott, nem elég toleráns, nem elég befogadó? Azt hiszem, hogy nem kell minden társadalmi vádat meghallgatni, vagy ha meg is hallgatni, akkor valami olyasmit tenni, úgy változtatni, hogy akkor ne hangozzanak el ezek a vádak. Igen, már bocsássa meg, abban a kontextusban, hogy említette, hogy az egyház maradjon hűséges a hitvallásához, de közben ezzel szemben jön ez az állandóan tematizálódó probléma, hogy nem elég nyitott, nem elég befogadó és nem elég krisztusi. Ennek a feszültségét feloldani. Igen, hát az, hogy most mi krisztusi és mi nem, ez nyilván értelmezhető feladat, de az, aki végigolvassa a Bibliát és az Új Szövetséget, azért tudja, hogy a krisztusi szeretet az nem azt jelenti, hogy bárkit kizár, de azt jelenti, hogy azért van egy etikai norma, amit nem az ember szabott meg, hanem benne van a Bibliában, és azt tartani kell. Ezt maga Krisztus is így gondolt, tehát hogy nem lehet bárki számára feloldozást, bűnbocsánatot hirdetni, vagy bármifélét elfogadni, hanem van egy... ebben az esetben ugye családetikai előírás a Bibliának, ami meg van alapozva teológiailag is, és azt szerint kell menni, és azt szerint kell élni. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy most az egyház teljes egészében elutasítja és elzárkózik azoktól, akik nem ezt a hagyományos modellt követik, hanem valamiféle új modellt követik, de rájuk is úgy tekint, mint Krisztus gyermekeire, de nem úgy, mint aki meg fogja áldani például az egyneműek házasságát. Hanem igen, leülünk, beszélgetünk, megpróbáljuk a magunk álláspontját elmondani, nem feltétlenül akarjuk meggyőzni a másikat, inkább a magunk álláspontját mondjuk el, és amennyiben segítségre van szüksége, akkor nyilván amit tudunk, segítünk. Bizonyos értelemben a következő kérdésem is érinti ezt a kérdéskört, az pedig az lenne, hogy ki megy az egyház az utcára,
kimegy az éhezők, nyomorgók, hajléktalanok, prostituáltak közé, vagy a tegyetek tanítványokká minden népet a földön Krisztusi imperatívus beszorul a templomok közé, templomfalak közé. Tehát igazából a missziós lelkület érdekelne, a missziós lelkülete érdekelne az egyház részéről. Igen, egy jogos kérdés. A népegyházaknak mindig van egyfajta tehetetlen statikussága. Hát ebben a tekintetben azok a neoprotestáns egyházak, akik ugye az elmúlt időben itt Romániában is megjelentek az elmúlt 100-150 év alatt, ők ezt valahogy másképpen csinálják. De ez nem azt jelenti, hogy a népegyháznak, népegyházaknak, és azon belül a református egyháznak is ne lennének meg azok a belső rendszerei, amelyek kimondottan a társadalomnak egy-egy ilyen szegeletével kívánnak foglalkozni. Például a nagyvárosokon több olyan egyházközség is van, és Kolozsváron a teológiai ifjúság is rendszerint kijár a hajléktalanok közé missziót folytatni. Ez egy sajátos misszió, amely nem kizárólag csak az evangélium hirdetésből áll, hanem hogyha az ember éhes, akkor enni adnak, hogyha az ember fázik, akkor betakarják, és foglalkoznak közben a lelkével is, úgyhogy hirdetik az evangéliumot. Ez egy nagyon sajátos területe a missziónak. Megpróbálunk nyilván ebben a kérdésben is előre lépni, de ehhez hozzátartozik az is, hogy a teológiai képzés és a lelkész képzés az elsősorban nem ezt a területet célozza meg, hanem a gyülekezeti lelkészi munkára próbáljuk felkészíteni az ifjú lelkészjelölteket, de nyilván ez egy olyan területe a mindennapi életnek, és egyre hangsúlyosabbá válik nagyvárosokon, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad és így tovább, ahol ezekre jobban oda kell figyelni. Most ezeknek az ilyen képzésnek nyilván meg kell találni a módját, a gazdáját is, hogy akkor olyan tanítsa, akinek komoly tapasztalata van ebben. Itt van például Magyar Ózdon az alkoholmentő misszió, akik úgy gondolom nagyon-nagyon komoly sikereket értek el, és úgy, hogy a hagyományos kezelés mellett ők elsősorban a lélek kezelésével próbálnak kihúzni embereket a legnagyobb nyomorúságból. Nyilván nem mindenkit sikerül, de a sikertörténeteik vannak, nem egy, nem kettő, hanem számtalan. A Máté 6.24-ben azt olvasom, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és Mammonnak. Ez szintén egy eléggé gyakran tematizált kérdés, hogy mennyire fekszik be az egyház az örökösen regnáló és mindenkori hatalomnak. Most nagyon konkrétan kérdeznék, ugye a református egyház is nagyon sok pénzt kapott a magyar államtól. Igen. Ezt folyamatosan problémaként kezeli a társadalomnak egy része, a másik része üdvösnek. Hogyan tudja megtartani ezt a típusú egyensúlyt, hogy a krisztusi küldetése se sérüljön semmilyen szempontból, és közben meg nyilván az egyház a hatalommal, a mindenkori hatalommal is nagyon produktív és nagyon, nagyon normális viszonyt táplálja. Ugye ez az utóbbi 10, illetve 12 évnek lett egyre inkább az égető kérdés, mert korábban ez valahogy kimaradt az erdélyi közéletből és a beszélgetések rendjéből, pedig akkor is volt az egyháznak kapcsolata, interakciója a magyar kormánnyal, ahogy a román kormánnyal is. Nyilván nem ilyen volumenű kapcsolatok voltak, mint az elmúlt 12 évben, de itt Erdélyben már a kezdet-kezdetén legalábbis 32 évvel, vagy majdnem 32 évvel ezelőtt leszögezték, hogy az egyház politikai életben nem kíván megnyilvánulni, nem kíván politikai állásfoglalást semmilyen kérdésben foglalni, hanem az egyház foglalkozik a saját küldetésével. Az viszont teljesen más kérdés, hogyha van egy olyan politikai tömb, vagy politikai párt, vagy irányultság, amely felvállalja a keresztény értékek továbbvitelét, vagy akár érvényre jutását, akkor nyilván az egyház üdvözli az ilyen pártoknak a kezdeményezését, de továbbra sem kötelezheti el magát az egyház semmilyen politikai párt mellett, abban az értelemben, hogy a gyülekezeti tagok között van ilyen érzelmi, meg olyan érzelmi is. Az egyház nem tehet különbséget a között, hogy most egyiket támogatom, másikat nem, egyiket szeretem, másikat nem, csupán politikai megfontolás alapján. Ennek nincs helye. Annak viszont helye van, hogy azt támogatja,
aki felvállalja a keresztény értékeknek a továbbvitelét, vagy érvényre jutását, vagy egyáltalán a megőrzését. És az egy külön öröm, gondolom nem csak a református egyház számára, hogy került egy olyan politikai hatalom, amely olyan az erdélyi magyarságnak, olyan az erdélyi magyarságnak olyan tekintetben nyújt támogatást, hogy megújulnak a templomok, megújul az intézményrendszer, és akkor a belső kevés kerülforrást akkor lehet belső építésre használni. Tehát nem arra kell most minden kis lejecskét elkülteni, hogy akkor leomlott a vakulat, azt meg kell javítani, és akkor emiatt nem tudunk például egy szeretett vendégséget megszervezni. Milyennek látja 50-100 éves távlatból az erdélyi reformátusságot társadalmi, lelki és mentális állapotában? Szeretném elmondani, de oda prófétának kellene lennem. Nem ismerek én soha jóslatokba bocsátkozni, még akár a holnapi nappal kapcsolatosan sem, de... Azért, hogy menjünk bele ebbe a kérdésbe, mégiscsak valamilyen szinten. Igen, hát azokat a folyamatokat, amelyek most vannak, és Európa gondolkodását meghatározzák, globalizáció, szekularizáció, vagy akár ez az új társadalometika, amikor ugye ez a régi, hagyományos társadalom kezd felbomlani, vagy már vannak olyan országok, ahol teljesen felbomlott, a régi, tradicionális, rurális értékek, és helyette kezdődik a globális városi értékeknek az előretörése, társadalom atomizálódása, ez semmiképpen nem egy olyan sikertörténet, vagy úgy gondolom nem egy olyan sikertörténet, ami Európa, az európai értékeket meg tudná tartani. De mindenképpen szükség van egy közösségformáló erőre, egy olyan makro és mikro intézményrendszerre, ami ezeket a közösségeket össze tudja fogni, tud valamiféle víziót adni, és itt lesz az egyháznak a nagy kihívása, hogy nem politikai szervezetként, hanem most ez is egy rossz fogalom, de inkább civil szervezetként tud-e egy ilyen gondolatnak az élére állni. Mert hogy megvan a legliberálisabb, legszabadabb, vagy akár leggazdagabb társadalomban is az ez iránt való igény, ez biztos, hogy az egyház tud-e ezzel élni. Vagy pedig belesimul az elvárásokba. Az egyház felmeri-e vállalni azokat a szükséges vagy elkerülhetetlen konfliktusokat, amit a saját küldetés és a társadalom elvárása között folyamatosan feszül, és hogy át tudja-e adni azokat az értékeket, vagy annak az értéknek az üzenetét, amivel bír. Ha ezt meg tudja tenni, akkor lesz egyház 50 év múlva is, 100 év múlva is, és hadd ne feledkezzünk el egy nagyon-nagyon fontos dologról, hogy emberként ugye időben, térben és behatároltan tudunk csak működni, megvalósítani bármit, de itt az elmúlt 2000 évnek voltak olyan részei, amikor az egyház egyáltalán nem töltötte be semmiféleképpen a hivatását, hanem éppen egy mély szellemi lelki válságban volt, de túlélte önmagát. Uh-huh. És ezzel arra akarok elsősorban és utolsósorban is reflektálni, hogy minden emberi küzdelem csak akkor lehet áldásos, csak akkor lehet eredménye, hogyha onnan fentről is megvan az a gondviselésszerű szeretet, odafigyelés, ami Istentől jön, és a mi kis tökéletlen dolgainkat meg helyrehozza. Nyilván a vitathatatlan eredményekről is beszélnünk kell, tehát hogy ezt a kérdést nem lehet úgy feltenni, hogy az ember ne lássa azt, hogy mennyi pozitív dolog is történik, ez egyértelmű. De ha én egy püspök helyettessel beszélgetek, akkor óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy szeretne püspök lenni. Ez így nagyon merész kérdés, remélem ez nem is kerül adásban. Ez a 2,5 éves történet, én egyelőre csak a jelenlegi helyzetre fókuszálok, tehát ebben találom, próbálom megtalálni a magam helyét, és ebben a nagy választásig hátralévő 2,5 évben, mert hogy 2024 végén lesz a kerületi választás, én addig megpróbálom jól teljesíteni a dolgaimat, jól csinálni a dolgaimat, azzal, amivel megbíztak. Nekem továbbra sincsenek olyan vágyaim, hogy én ez vagy azt szeretnék lenni. Eddig életemet úgy éltem le, hogy én igazából csak egy falusi lelkész akartam lenni. Semmi más. De így hozta az élet, hogy másfél év után visszakerültem a teológiára,
És ezek így jöttek egyik a másik után. Én próbáltam leghűségesebben elvégezni azt, amiért leszerződtem, amit elvállaltam, hogy tanítani érdekelt mindig a tudomány és az egyháztörténet, rengeteget dolgoztam benne, és hát eljutottam eddig. De látja, hogy említette, hogy remélő, hogy ez nem is kerül beadásba, de hogy éppen ezek talán sokszor a legizgalmasabb kérdések, mert pont az embert mutatják meg, akinek igen, azért vannak aspirációi, vannak ambíciói, ez kétségtelen, és hogy hát enélkül nem nagyon tudunk létezni. Október 31-én a reformáció napját ünnepeljük. Igen. Most megpróbálok megint sarkosan fogalmazni. Szükség van egy szellemi megújulásra, a megreformált református egyház megreformálására most hogy látja ezt? Ez így ebben a formában úgy gondolom, hogy kicsit veszélyes kérdés. Ugyanis számtalan olyan része volt az egyház történetének, amikor úgy gondolták, hogy eljött a változtatás ideje, és akkor született egy sor intézkedés, határozat, elképzelés, amit meg is valósítottak. És amiről utólag kiderült, hogy na, azt úgy abban a formában nem kellett volna megtenni, mert hogy több kárt okozott, mint amennyi hasznot hozott. Az egyházon belül mindig helye van a változtatásnak. Változik az ember, változik a környezete, új és új kihívások érik a hétköznapi embert, amire az egyháznak is válaszolni kell. De az egyháznak egy dolgot nem szabad elfelejteni soha, hogy magát az evangéliumot, azt nem hamisíthatja meg, hanem azt kell megtalálni, hogy az ezelőtt 2000 évvel elhangzott krisztusi beszédet hogy lehet ma elmondani. Ez az egyetlen feladata, hogy ma hogy lehet elmondani, és holnap hogy lehet elmondani, és utána hogy lehet elmondani, hogy eljusson, értő fülekre találjon, stb. Tehát itt nem a tartalommal vannak kérdések, mert a tartalom örök. Ez számtalanszor bebizonyosodott, hogyha az egyház ragaszkodik a tartalomhoz, akkor ott van élet. A formát és az eszközöket kell folyamatosan újítani ahhoz, hogy olyan helyekre is eljussunk, ahova eddig nem jutottunk el. Itt van például a pandémiának a 2 éve, amikor volt az az időszak, amikor egyszerűen templomba se lehetett menni, és akkor az egyház hirtelen szembesült azzal, hogy egy telefonnak vagy egy laptopnak kellett prédikálni, mint hogyha gyülekezetnek prédikált volna. És ezt volt, aki ösztönből jól csinálta, volt, aki rosszul csinálta. Nyilván, mert erre nincsen képesítés. De most a pandémia után teológiai tanárként is azt el tudom mondani nyugodt szívvel és lélekkel, hogy gondolkodunk azon, hogy ez a modern kommunikációnak legalább az alapjait tudjuk átadni a jövendő generációnak, hogy akkor tudják használni a ma rendelkezésre álló technikát, technikai lehetőségeket, mert így olyan embereket is meg tudunk szólítani, akit eddig nem a hagyományos csatornákon. Tehát ebben az értelemben mindenképpen szükség van megújulásra. Szükség van abban az értelemben is megújulásra, hogy az ifjaink számára, vagy a legifjabb generációknak mi, nem tudom melyik a megfelelő kifejezés vagy szó, inkább csak egy szolgáltatók lettünk a sok más mellett. És akkor, amikor keresi önmagát, ki akarja találni önmagát, akkor mi is csak egy választ tudunk adni, az sok más válasz mellett. Ez azt jelenti, hogy lassan újra kell gondolni az ifjúsággal való foglalkozásnak a mikintjét, hogyanját, hogy lehet elérni, hogy lehet fogékonyságot találni abban a fiatalban arra, hogy figyeljen oda az egyháznak az üzenetére is. Nyilván helyet kell találni az egyházon belül is egy lázadó szellemiségű korcsoportnak, ifjúnak, akik majd aztán az életkor változásaival ugyanolyan tradicionális reformátussal érnek, mint ahogy eddig történt, de hogy be kell vonzani őket. És engedje meg, hogy közbevessem, ez alapvetően a mi generációnak a felelőssége. Igen. Mi, akik apákká váltunk, és nem, talán nem a nagyszülőké, hanem mi fokozottan nekünk nagy a felelősségünk ebben a kérdésben, így az ifjakkal szemben. Egyetértek már csak azért is, mert nekem is van 3 gyermekem, és hogy nagyon sok kérdésben teljesen más véleményt fogalmaznak meg, mint amit én elvárnék, de még szülőként sem nem várhatom el, hogy ugyanazt mondja, amit én gondolok, hanem neki megvan a véleménye. Igaz, hogy kevés rálátása van még a világra, de abból a kevés rálátásból is egy véleményt leszűr. És akkor ez rengeteg párbeszéddel történik, amikor megpróbálom megérteni, és megpróbálom megértetni magam is vele szemben, hogy akkor hol vannak
a sarkos kérdések, hol vannak a lényegi kérdések, meddig lehet a nagy szabadságban elmenni, és mi az, ahol már meg kell húzni a vonalat, hogy eddig és nem tovább. Nyilván nem mindig értenek egyet, én most a saját gyermekeimről beszélek, nem mindig értenek egyet velem, de úgy gondolom, hogy, ez az odafigyelés, megértés, hogy ő hogy gondolkodik, ez rendkívül fontos ebben az egész folyamatban, mert ha ez kimarad, akkor nincs tovább kommunikáció. Értem, amiről beszél, nekem is 3 gyerekem van, ugyanezekkel a problémákkal küzdünk meg. Tehát, hogy a nyitottság mindenképpen egy nagyon fontos tényező ebben, igen, a kérdésben, de az, hogy a Krisztus hangja hogyan szólal meg ma, az valóban a mindannyiunk felelőssége, és talán tökéletes végszó is most ebben a beszélgetésben. Abszolút. Tehát Krisztusnak a hangja az, ami meg kell szólítsa a fiatalokat, fiatal generációkat, de ahhoz, hogy, a Krisztus hangja eljusson oda, ránk van szükség, hogy megtaláljuk azokat a külső és belső formákat, kereteket, lehetőségeket, alkalmakat, amikor egyáltalán lehetőséget adunk annak a fiatalnak, hogy egy olyan hangra is odafigyeljen, ami eddig nem volt. És hogy szélesedjen a látóköre, és remélhetőleg gyakorló keresztényre, gyakorló reformátussá váljon. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is.